Az adventi készületben újabb lelki fogódzókat, lelki támpontokat keresünk itt a stúdióban, most pedig Tomka Ferenc atyával fogom mindezt tenni. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat, dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, köszönöm szépen, hogy meghívtak meg, szeretettel köszönöm a hallgatókat. Jézus eljövetelét ünnepeljük ebben az adventi várakozásban, testben és lélekben is igyekszünk az ünnepre felkészülni, de fontos lenne, hogy egyfajta, az egyfajta megszokáson kívül, meg a megszokástól eltekintve igazi tűzzel várjuk és vágyakozzunk a jó Istenre. Ebben segít bennünket az imádság, és erről fogunk most beszélgetni. Hogyan imádkozzunk úgy, hogy az igazi lelki készületet jelentsen? Mint pap, hogy tapasztalatom, hogy egy untalásban az ember, vagy lelkivetélőre klasszikusan meg kell, hogy imádkozol. Hogy... időn eljöttem, hogy nem elég ez. Megkérdezem, hogy örömörre találod imába? Azt mondja, néha. És akkor hogy imádkozol? Hát elmondom, a rózsafüzért meg felajánlom meg. Benedek pápa nagyon markásan mondja, hogy inkább hagyd abba megígért imáidat, és mondj el 1/10 rózsafüzért, de az ima legyen. Mint hogy megígértem, hogy ennyiekért imádkoztam, és akkor elpödöröm őket. De hát mindenre az embernek magának is rá kell jönnie. Belülről kell ezt egy tapasztalást megélni, hogy ez nekünk nem kielégít. Tehát hiába mondom el ugyanúgy, rutinszerűen elmondom az imámat, de egész egyszerűen nem érzem azt a lelki izzást, nem érzem azt az igazi vágyakozást. Egy lelki szárasság van rajta. Igen. Most életemben volt egy érdekes tapasztalat, hogy régen már így imádkoztam, de káposztásmérnökről prébános voltam, minden héten volt szentségimádás. Egy olyan órás, félórás, órás inkább. Most ennek több variáció volt, és havonta egyszer volt ilyen teljes csend. És oda szoktam menni, és most is, és olyan szárazság volt bennem, és kérdezem Jézus, hogy hol vagy Jézus most? Nem érezlek. És elkezdtem az agyammal gondolkozni, hogy most hol vagy te? Itt szóltál egy szentükbe, de hogy veszem fel a kapcsolatot most veled? És kezdtem gondolkozni, hogy hol is vagy, ki vagy te Jézus? Ki vagy te Isten fia, Isten? Kezdtem gondolkozni, hogy és úgy elszálltam a nagyság felé. Hiszen te nagyobb vagy, mint a bolygórendszerű naprendszer, mint a tejútrendszer, és mentem úgy fölfelé. És ahogy, hát említett, később aztán persze utána néztem még a világ mindenség méreteinek, de az mindegy, hány milliárd fényév, de azért azt kezdtem átélni, hogy és te ráérsz szóba állni velem. Nem tudom, meddig tartott ez az elmékedés, sokáig, 20 perc, fél óra, megrázott ez a végtelen szeretete a porszem iránt. És azt hittem akkor át, hogy én ilyen fajtán imádkozok többnyire, de valahol ezt rendszeresebbé kell tennem. Ez akkor nagy volt az élmény, azt gondoltam, hogy ez most már megy. Azóta is látom, mai nap is, hogy én minden reggeli imámban, mondtam a többiben is, reggeli egy nagy indítás, ezzel az átéléssel kezdem. Nyilván egy gyakorlat után házunkban szerencsére van kápolna, ezért az óriási kegyelem, úgy tudok már belépni a kápolnába, hogy ez a fajta leborulás, de még azért imába, hogy ráerősítek, ahogy imádkozom, zsorozsmával,
szoktam, az van direkt ilyen bevezető zsoltárak, ami rávezeti érdemvere. Azóta, hát ez sok éve volt, azóta, hogy kicsit is van idő a gyónásban, akkor, mert egy 5-10 percben is még van erre, még 5-6 percben is, ha az élet összeszedett és érti, hogy hát úgy el szoktuk mondani. Az imádsággal kapcsolatban mennyire fontos az, hogy fegyelmet gyakoroljunk olyan szempontból, hogy meghatározott időközönként X mennyiségű időt imádkozzunk. Tehát az, hogy nem össze-vissza, amikor éppen van lehetőségem, rendszertelenül tegyem mindezt, mennyire van szükség arra, hogy ez egy tudatos döntés legyen, hogy napi kétszer, negyed órát, már pedig az Istennek nagyon szállunk. Nagyon fontos, és én is ezt látom, hogy én is sokszor beugrok, de vannak biztos ideim. Ezek pillérek. Mondjuk a zsolozsma ad egy, legalább egy reggel délbe este, vagy még egy este imát, ami kicsit eltolódhat, de ez a pillér, az alappillér. És még egy, amiről valamikor sokat beszéltek még az én időmbe, fiatal koromba, ma szinte nem, és látok atyákat is hozzá így imádkozni, így zsolozsmázni. Imádkozok értük. Volt, amikor többször szóba hoztam, olyan volt a hangulat, hogy tudjátok, milyen fontos a testtartás. Tehát az is egy megtisztelése a Jóistennek, hogy megfelelő módon nem, ennek megvan a biológiai funkciója. Testet. Tehát az ember test és a lélek összeépül. És utána olvastam én is ennek régen, hogy az ember összeszedetten ül, az nem, hogy a nagy lélegzek, az nem csak egy fölélegzek, hanem ott valami megindul belül. Ha jól ülök, a gerinc tartásától más az agynak a vérellátása. És ha frissebb vagyok, úgy elmegy gyengében is, minél fáradtabb vagyok, ennek föl kell ébreszteni, már elaludnék anélkül. Például az esti ima mennyire alkalmas arra, hogy igazán fókuszáltan egy valódi belső imádság jöjjön létre? Nagyon jó kérdés. Tehát én is azt érzem, hogy még úgy 7-ig, 8-ig még életképes vagyok, de már sokszor tolódik így 10-re, mondjuk ez a kompletórium. Ezért úgy van, hogy utolsó ima legyen napunkban. De már régóta ajánlom is a atyáknak, meg magam is, hogy korábban megpróbálom elmondani, és amikor lefekszek, akkor úgy imába átadni még magamat Jézusnak. De egy hosszabb, bonyolult imát szimbólumokkal telten, már nem lehet lefekvés. Nagyon nehéz. Legyünk őszintik, az ember belealszik az imába. Tehát itt teljesen így van. Tehát itt ez is fontos, hogy az emberek rájön, pontosabban talán fiatalabb korba, én nekem sem volt az annyira gond, ahogy múlnak az évek, annál fáradik az ember este, vagy én. Ez is változó. Tehát az ember ezeket vegye figyelembe, és ennek megfelelően ossza be a napját, és helyezze el. Most egy rozsmába, de általában javasolt, hogy délben legyen egy megállás. Tehát ott van egy napközi ima óra. De itt is ezeket a rozsma is egy veszélyes, mert el lehet mondani. Sietek valahova, még van 5 percem, 7 percem, így nem. Hát csak az, annak nincs meg a lelki, az nincs a megérkezés, amire szükség. Nem tudok leborulni, nem tudok örülni, átélni.
Adventben szoktunk elhatározásokról beszélni. Az atya szerint mik azok a jól bevált elhatározások, amit mindenkinek sikerélményt jelenthetnek adventben, tehát el tudja határozni, és aztán meg is tudja lépni, tehát van rá egy bizonyos tapasztalat, hogyha ezeket elhatároz, ezeket a dolgokat, és utána meglépi, akkor biztos, hogy egy örömteli sikerélmény kötődik hozzá, és aztán ez nyilván ugye megkönnyíti a várakozást, illetve szebbé teszi. Mik ezek az elhatározások, amiket ugye érdemes? Hagyományosan is két területet indítottak el, vagy hármat. Az egyik az önmegtagadás, tagadja meg, az könnyebb bizonyos fogig, mert az a másik, hogy valami pozitív. Most lehet az örömszerzés, úgy mondom, hogy három, hogy a legklasszikusabb szerzek öröm, az megfogható másiknak is. Egy fokkal nehezebb, hogy én nem vagyok, egyedül vagyok, ágyban vagyok, beteg vagyok, otthon felajánlhatom. Na most Adventben bizony én is gondolkoztam rajta, hogy mondjam úgy, hogy elég szigorúan, fegyelmezetten étkezek már, mit ezzel még húzni. Csak rájöttem, hogy lehet még. Tehát egy kicsit így húztam hát ha így elmondjam, akkor nagyon szeretem a lekvárt, édességet, stb. Tehát én most azt mondom, csináltam, hogy minden más, leskárvédesség csak vasárnap, ünnepnapos vasárnap, szombat este, és minden másnap most, mondom, hogy hát ezt nem mindenkinek ajánlom, ez gyakorlat kell hozzá, csak én már voltam egy gyakorlatban itt, hogy meghúztam, hogy valamiképpen azt mondom, hogy szigorú bőjtként. Tehát, hogy reggel meg este egy teljes kávét, este egy kis hotyákhoz valamit megiszok, és üres kenyérrel. De olyan jó ez, amikor megfogott a Szent Ferenc, hogy amikor újongott, hogy elővette a száraz kenyerét, és bemártotta a folyóba, és azt tette, és tudjátok, ez milyen jó, akkor csináltam is, én próbáltam, így direkt leszállítottam, és vele együtt. Na szóval sok ilyen van. A másik az, hogy mindenkire oda mosolyogjak. Hát a kedvesség embertársaink igen, felé. Minden mosolyándék. A boldogság program. Ugye boldogságot szül bent, mindenütt kint és bent. Ezt is nagyon csinálom. Tehát önmegtartóztatás, fegyelem, az imádságnak az elmélyítése, kedvesség, másoknak egy kicsit jobban való szolgálata ebben az időszakban, akkor ezeket talán mondhatjuk ilyen pilléreknek, támpontoknak. Itt az az még egy fontos, hogy nagyon sokszor azt mondják az emberek, hogy hát én ezeket már mind csinálom. Jó. Magam is voltam így, amíg egyszer csak azt mondták, hogy találj ki valami többet, nem fér még bele valami több. Elkezdtem, hogy hány rés van. És legalább egyet tegyek be, ez amit szoktam ugye valamikor primosként a híveimnek, és úgy föl tuningolta őket, hogy mindig egyel többet, de most konkretizált, hogy mi lesz az. Tehát meg kell tervezni, mert éppen elszáll. Eszterházy János alakján keresztül, hogyha az imádságra gondolunk, akkor mik azok a példák, mik azok a jelenségek, dolgok, amiket tőle eltanulhatunk, vagy ami bennünket segíthet? Sokan hallhattak mostanában, különösen évfordulója van Eszterházy Jánosnak, és nagyon sokan nem. Kellene nagyon ismernünk ezt a csodálatos ember. Nem ismerjük eléggé. Nem eléggé. Az atya. Meg kell valami, én ismertem, hallottam őt, de most, hogy a évforduló van, és az új emberből végigolvastam egy hosszú tanulmányt, hogy egy nagy szakembernek, úgy fel csodálkoztam, micsoda csodálatos ember. És akkor még mondom, hogy YouTube-on van két kisfilmről, meg egy félórás beszélgetés az ő történetéről. Mind a kettőt, aki megbírja, tehát egyszerűen rámegyek a YouTube, és Eszterházy János. Na, a személyében ugye ez felvidéken élő magyar ember, aki mellékesen egyik adat szerint 10, másik szerint 12 évet a gulágon letöltött. És azonokon átélt, mint a Placid atya, akit jobban ismerünk. És azonnal mosolygott, és azonnal imádkozott,
hasonlóan erőt adott másoknak. És a szemben is felajánlotta. Tehát van az áldozat, hogy másokért ajánlom fel magamat. Tehát az én szenvedésemet felajánlom másokért, igen. Jó Istennek. Igen. És a végül is egy börtönbe halt meg, és ilyen 300 egy parcellában, szóval elszúrták a hamvait. Aztán valahogy sikerült, nem egész pontosan, de körülbelül ezt azt összekeverve másokével, de mondták is, hogy milyen jó, mert ő mindig másokkal foglalkozott. És ugyan most eltemetve. És úgy indult most a boldogávatási kérvénye, tehát már most tiszteletre méltó. Tehát csak ajánlhatom mindenkinek, hogy akár YouTube-on nézem, mert jövő áttekintést kap róla. De most a Facebook oldalon teszek fel, hogy összefoglalás kicsit, hogy ismerjék ezt a csodálatos embert. De akkor itt Eszterházy János példáján keresztül, itt az említett lelki fogódzók, tehát az önmegtartóztatás, ima. Az ima, szeretet. A másokhoz való kedvességhez, akkor még hozzá kapcsolódik az áldozathozatal is. Szenvedés és a felajánlása másokért. Felajánlása. Ez a neves egyik kutatója, hogy Szent Margit volt, hogy ki volt még Magyarországnak ilyen, aki így ajánlotta fel a szenvedését. Gondolom, Mindszenty Bíboros is, vagy még egy páran. Itt az adventi időszakban akkor ez egy jó lehetőség arra, hogy felajánljuk szenvedéseinket. Még akkor a beszélgetésünk vége felé az atyától azt szeretném kérni, hogy üzenjen valamit a nézőinknek itt az adventi várakozás időszakára, hogy hogyan éljék meg ezt az időszakot, mit tanácsolna nekik az atya? Ugye biztos hallottak róla, hogy három adventről beszélnek. És meg kell valami, én már jócskán pap voltam, és könyvet írtam, és írtam a Jézus születése, meg a zsidók várakozása. Szóval, hát figyelj, adventen van egy harmadik várakozás, és most pont folyton erről beszél. De az első két hete arról beszél, hogy a világ vége. Eljössz. Advent, mondanám, egyik középpontja Jézus megszületése, az eljössz a világ végén. És ha most valaki figyeli az olvasmányokat, egész mise szöveget, az első két hét erről szól. És ha figyeljük, fordulni fog, a második, illetve a harmadik, negyedik hét ott kezd lesz, én Jézus említik is folyton, de ott rákoncentrál, könyörgésben, mindenben, hogy Jézus megszületik, és várunk a születését. Itt még nem, itt úrunk, várjuk az eljöveteleidet. De a olvasmányok által sokkal inkább a világ végéről szólnak, a mai is. Tehát én azt hiszem, hogy a Jézus eljött, hogy tanítson minket a mennyországba menni. És ez a csoda, hogy Jézussal, mint az Eszterházy János, szenvedésen és mindenen átgázolva mehetünk, mert biztosak vagyunk, hogy hova tartunk. Ez egy csodálatos. De mert amikor ki van ütve, minden baja van, jaj, aggódok, minden szenvedek, de Uram, felét tartok, el fog múlni, és ott leszek. Ez egy olyan óriási dolog. Ott leszek már a halálomtól, valamiképpen, és akkor már a teljes beteljesülésben fog ez végleg kinyilvánulni. Hát a szenvedésben is kitartani. Mindenben, igen, minden körülményben. Tomka Ferenc atya, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk. Köszönöm ezeket az adventi lelki fogódzókat, gondolatokat, és várjuk még ide vissza a stúdióba, majd az új évben is, 2022-ben is dicsértessük. Nagyon köszönöm, és a jóisten áldását a kedves beszélgető partnerre és a munkatársakra itt, és az összes hallgatókra, nézőkre.